A vírushelyzet miatt a hagyományos köszöntésekre, gyermeknapon és az angyalfia rendezvényen nem kerülhetett sor, az önkormányzat postai úton tudta csak üdvözölni a város legifjabb lakóit díszes oklevéllel. Ahogy ebben az évben, illetve a korábbi évben is majdnem minden rendezvény úgy kezdődött, ha meg lehetett tartani, hogy másképp történt, mint ahogy elképzeltük. Az idei angyalfia ünnepen elkövetkezhetett, hogy az elmúlt három fél évben született 331 baba, 149 lány és 182 kisfiú szülei elhelyezhessék a faluház különleges életfáján a gyermekük nevével ellátott levélkét. Délelőtre a 2019. november 1 és 2021. április 30 között, délutánra a 2021. május 1 és október 30 között született babákat és szüleiket várták. Ez egy igen örömteli pillanat, amikor az éve ezen szakaszához érünk, hiszen ez egy hálás feladat a gyermekeket köszönteni. Nagyon örülök annak, hogy ma is itt lehetünk ennyien, és bízom benne, hogy az elkövetkezendőkben sem a pandémia, sem egyéb tényezők nem fogják ezeket az eseményeket hátráltatni, és bízom abban, hogy még többen lehetünk évről évre. Biator bágyon a gyermekvállalási hajlandóság jóval az országos átlag fölött van. Mit tud tenni a város a kisbabákért? Hát köszöntjük őket, ahogy a mai alkalommal is itt lehettünk, és átadtuk ezeket a faleveleket, amelyek a város életfájára fognak felkerülni, de emellett azért olyan feladataink is vannak, hogy bölcsödébe, óvodába, iskolába tudjanak járni a gyermekek, és ezen is dolgozunk. A neve most felkerül Biatorbágy életfájára, és majd egy nap te is itt ülsz, öledben gyermekeddel, büszkeségeddel, jövőnk legnagyobb kincsével, mert a csoda te magad vagy. Mi az, ami napjainkban a legnehezebb feladat elé állítja a kisbabás családokat? Jelen pillanatban a pandémiás helyzet még mindig tombol, emiatt aggódnak a családok és jogal, hiszen egyre több a beteg gyermek is, illetve a beteg szülő. A karantén helyzet szintén nagy erőpróbát jelent a családok számára. Elszigetelődnek a társaságuktól, a baráti körtől, ez elég zavaró. És az, vigyázni kell a nagyszülőkre, a hozzátartozókra is. Tehát ritkábban találkoznak, és ez bizony nagyon fájó pont az a családok életében. Általában milyennek látja a biatorbágyi családokat, kisbabákat? Boldognak látom őket, hiszen egyre több gyermekes család költözik ide Biatorbágyra. Kialakultak a baráti társaságok, és amennyire lehet, a COVID-helyzet megengedi, össze is járnak, illetve találkoznak a játszótereken. Nagyon sok mindent biztosít Biatorbágy az itt élő családoknak, és ezért hálásak. A levelek a helyükre kerültek, az életfa pedig vigyáz rájuk, ahogy az eddigiekre is.